Sziasztok! A következő Echo videót látjátok éppen. Először is szeretnék egy pár szót mondani újra, hogy miért is Echo horgászata neveznek a videósorozatnak. Elsősorban nem azért, mert nagyon-nagyon olcsó felszereléssel horgászom, hanem azért, hogy milyen olcsó és milyen kevés gazdaságos befektetéssel lehet horgászni, nem kell kifejezetten minden esetben a legdrágább szereléket megvenni és a legdrágább betetőanyagokat, csalikat. Ebben nincs benne egyáltalán a felszerelés az, abban a tekintetben, mint a bot és az orsó. Viszont azt is leszögezném, hogy megnéztem egy pár neves webshopnak az ajánlatait, és az én botjaimnak és orsóimnak a árát, hogyha tekintjük, és a webshopokban elérhető áru termékeket, ha tekintjük, és három csoportba osztjuk őket, egy alsó kategóriásba, középkategóriásba és felső kategóriásba, akkor mindenképpen az alsó kategóriást üti meg a felszerelésem, tehát simán nevezhető Echo-nak. De hogyha 5-6 kategóriára osztanánk, akkor is alsó középkategóriás felszereléssel horgászok, és ez nem a videósorozat miatt, hanem egyébként is. Szóval, ami ihlette ezt a videót elsősorban, az az egyik hozzászóló volt, aki szerint egyáltalán nem Echo horgászat az, amit művelek. Ezért is tartottam fontosnak leszögezni újra, hogy hogy is értem én ezt az Echo horgászatot. Viszont, hogy neki is valamilyen szinten megfeleljek, így erre a videóra egy érdekességet hoztam, amivel fogok horgászni egyetlen botot. Nem tudom, hogy az idősebbek, hogyha nézik ezt a videót, akkor biztos fel fog nekik tűnni ez a bot. Ez egy nagyon régi üvegszálas bot, mint látjátok, pont a régi módszerrel, madzaggal összekötve. Ennek a botnak az érdekessége igazából az, hogy sikerült göcsre kötsem. Igazából az, hogy annak idején szinte csak ilyen botokkal horgáztak, ha csak nem beszélünk a pedzős botokról, amik ugye magyarófa, eperfa, hasonló botok voltak. Ennek az összedugása is egy ilyen fémes megoldás, tehát így kell összedugni, elég erőszakosan, és a gyűrűit érdemes megnézni. Tehát ebben nem volt még semmiféle betét, tehát ez így, hogy van fém, igaz, legömböített, tehát valamennyire védi a damilt, és a gyűrűknek a felfogatása is hasonló a mostani technikához, viszont egyáltalán nem volt gyantába öntve. Tehát ez így, ahogy van, ha ezt itt elvágnám, mert hozzáférek, akkor simán le tudnám tekerni. Itt az orsó tartója. A végén egy dugó, ami valamikor rá volt ragasztva, és itt látszik az üvegszálas botvég. Szóval ez az a tipikus, nem tudom pontosan ez milyen hosszú lehet. Hát 2 méter körül van. Nézzétek meg a spiszgyűrű. Mára mennyire látszik. Ez is egy ilyen visszatekert fém. Szóval ezzel a bottal szeretném megoldani a horgászatot. Eléggé merev. Tehát, de hát ez annak idején ilyen volt. A hozzátartozó orsó pedig egy egyébként spinning orsó. Nem tudom, volt-e valakinek ilyen. Ez egy SteelStar Spinning JT15 típusú orsó. Van is rajta damil. Hát ezzel próbálom majd meg megoldani a pecát. Hát ennek a tekerés, hát most sikerült betekerjem a damilt. De ezen is van visszaforgásgátló. Egyébként teljesen működik az orsó. És ez tekeréskor így recsegett. Hát van egy-két problémája, itt például le van belőle törve, de ettől függetlenül meg ugyanúgy működik. Valamint még egy orsót szeretnék megmutatni nektek, ez volt az én első orsom. Az pedig ez. Ezen is egyébként működik minden. Azon kívül, hogy ennek az volt a problémája, hogy itt bevágja a damil. És ezt is bevágta már. Igazából ezt mi román orsónak hívtuk, mert Szabolcs-Szatmárba és Hajdúba is a románok árulták ezeket 1000-1500 forintért a bottal együtt, egy elég hosszú, lágy bottal együtt, nagy, nehéz bottal együtt. A bot az sajnos
már nincs meg, viszont ez az orsó még mindig megvan, és ezzel is nyugodtan lehetne horgászni, de megpróbálom a még régebbivel. Sajnos csak egy felszerelésem van itt nálam ilyen, úgyhogy ezzel fogom megpróbálni a horgászatot, valamint azzal fogom kezdeni, hogy fogok törni egy kettőágú fadarabot, hogy az se egy modernebb bottartó villa legyen, és egy sima karikával fogom megoldani a kapásjelzőt. Annak idején ezt csipesszel oldottuk meg, de azt sajnos nem találtam, úgyhogy valószínűleg egy karika lesz. Na de hol is pecázok? Jelenleg ez a keleti főcsatorna mögöttem, amit láttok. Volt is egy kérés, hogy horgásszak itt. Hát nem tudom, mit fogok elérni ezzel a felszereléssel, valamint inkább azért, mert tegnap 30 fok volt, ma meg 10, tehát egy elég nagy hidegfront tört be. Jelenleg egyébként a 33-as út mellett, Debrecen felől jobbra, mellette horgászok egy 200 méterrel lejjebb. Találtam ezt a viszonylag jónak tűnő helyet, szóval itt fogok horgászni. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudok fogni. Beüzemelve a bot. És volt egy még ekkóbb ötletem kapásjelzésre, az pedig nem más, mint az ott lógó kis nád darab, az a V alakú fordított V, biztos látjátok, azon a damilon, az is tökéletesen fogja jelezni a kapást. Na ez aztán élmény. Valószínűleg egy pontyot akasztottam.
visszaforgás gátlót inkább kikapcsoltam, mert nem bízok ennek a fékébe. Nem nagy pont, de élmény. Gyönyörű, egészséges ponty egyébként, és ezzel a bottal is meg lehetett fogni. Egy kis összefoglaló ezzel erről a pecáról. Kettő nap horgáztam igazából, mindkét nap kora este 2-2 órát. Munka után tudtam sajnos eljönni ide a keletire. Kezdetben csontival horgáztam, és azt tapasztaltam, hogy nagyon ritkán fogtam keszeget, de törpét azt annál gyakrabban, úgyhogy csontizásról le is mondtam. Aztán próbáltam csemege kukoricával, azzal is fogtam törpét, de több keszeget. Végül a vajsavas metód pellettel horgáztam, azzal sikerült fogni pár darab keszeget és egy pontyot is. Szóval a lényeg az, hogy ezzel a bottal is ugyanúgy lehet halat fogni, még egy ilyen nehéz terepen is, mert azért a keleti főcsatorna nem egy egyszerű terep. Főleg úgy, hogy kétszer-két órát horgáztam csak és egy bottal, szóval abszolút nincs okom panaszra. Épp ezt az utolsó összefoglaló videórészt akartam leforgatni, amikor egy elég nagy kapás volt, azt hittem ponty lesz, és az volt a legnagyobb keszeg. Igazán nem megszokott méretű keszeg egyébként itt a keletibe. Lehet fogni, nem arról van szó, viszont azért az átlag méret az a 20-30 deka inkább. Ez meg legalább fél kilós lehetett. Úgyhogy még mindig azt tudom mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen bottal horgászunk. A bot az inkább azt határozza meg, hogy meg tudjuk-e horgászni az adott területet. Gondolok itt dobótávolságra, valamint az orsó és bot kombó igazából abban játszik még nagy szerepet, hogy a halat ki is tudjuk húzni a partra. Szóval... De ha kellően ügyesek vagyunk, szerintem egy ilyen bottal is tökéletesen el lehet boldogulni. Remélem tetszett a videó, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!